Kedves nézőink, most pedig mondom a legfrissebb nemzetközi híreket a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Intenzív osztályon kezelik Boris Johnsont, aki egyébként 11 nap betegség után vasárnap köhögéssel és magas lázzal került a kórházba, írja a BBC. Szóvivője szerint az 55 éves miniszterelnököt a külügyminiszter Dominic Raab fogja majd helyettesíteni. Az Egyesült Államokban meghaladja a 10 000-et a koronavírus áldozatainak száma. New Yorkban csúcspontján van a koronavírus járvány, jelentette be hétfőn délután a Johns Hopkins Egyetem. Az adatok szerint az országban mintegy 400 ezer amerikainál állapították meg a koronavírus fertőzést, és több mint 10 000-re emelkedett a halálos áldozatok száma. New York állam kormányzója szerint a járvány görbe lapulóban van, legalábbis erre utal, hogy csökkent a kórházba szállított és az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Egy nap alatt ugyanakkor 7%-kal növekedett a vírussal diagnosztizáltak száma. Lazít a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan bevezetett intézkedéseken Ausztria, ezt jelentette be Sebastian Kurz. Az ÖE Firenze-Zwanziger részleteket is megírta. A tervek szerint április 14-én kinyitnak a kisebb szaküzletek, a maszk viselése és a 1,5 méteres távolság betartása azonban kötelező lesz. Májusban a nagyobb boltok következnek, a home office pedig lassan újra felválthatja az irodai munka. Az éttermek és a szállodák azonban csak fokozatosan korlátozások mellett fogadhatják újra a vendégeket. A külföldi nyaralásról viszont idén le kell mondaniuk az osztrákoknak, és a nagyobb rendezvények, koncertek a nyár végéig nem lesznek megtartva. Németországban egyelőre nincsen napirenden a könnyítés. A Bild beszámolója szerint Angela Merkel úgy nyilatkozott, rossz kancellár lenne, ha a jelen helyzetben meg tudná mondani, hogy mikor enyhülnek majd a szigorítások. Hozzátette, most az egészségvédelme a legfontosabb. Úgy fogalmazott, a pandémia egy szimmetrikus sok, amely az Európai Unió valamennyi országát érinti. Mindenkinek az az érdeke, hogy erősen kerüljön ki ebből az erőpróbából. A svájci Tikonóban március óta először fordult elő, hogy 3 napon át 100 alatt maradt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, és többen hagyhatták el a kórházat, mint ahányan bekerültek, tudósít a Blick. Giorgio Merlani katonaorvos szerint ez annak köszönhető, hogy az itt élők betartják a szigorú intézkedéseket, amelyek nélkül a megbetegedések újra megszaporodnának. Hozzátette, azonban, hogy laposodik a járványgörbe, még nem azt jelenti, hogy sikerült megoldani a problémát. Ezek tehát a legfrissebb nemzetközi hírek. Minden fontos hírünket és tudósításainkat megtalálnak a győrihírek.hu weboldalon, valamint a Győri Hírek Facebook oldalán.